Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézusnak a nevében, családias nyári alkalmunkban. A hőséggel, a fűtésre nincsen gond. Eszünkbe jut ilyenkor, hogy fázni szoktunk, még itt vakáció idején, amikor úgy van. Most van fűtés. Ma azt a részt olvasom az evangéliumból, amikor ostorozza az Úr a templomban a farizeusokat, oda hívja őket magához, és hát ossza rendesen nekik a lapot. És az egésznek a summája, amikor ott hívják a nagy fejeket is, már ott megjelennek a nagy fejek is, a nagy diskurzus közepette, és akkor oda lyukad ki az egész, hogy akkor most hogy van ez az egész, tehát akkor ő forog, hogy most Jézus megváltó, vagy Isten fia, vagy nem Isten fia. És feltesz az Úr egy-két kérdést a farizeusoknak, amire úgy sarokba szorítja őket, pedig ők akarták sarokba szorítani a kérdéseikkel, és utána még hívnak ilyen nagy tudós, és akkor megkérdezik, hogy melyik a legfontosabb parancsolat. Egy ilyen magyarázó új fordításban olvastam, és azt mondja, hogy szeresd az Urat szenvedélyesen, és teljes elkötelezettséggel, és teljes, tehát észszerűen, tehát az elmére vonatkozik ez a magyarázó fordítás, de ez az elkötelezetten és szenvedélyesen, ez nagyon jó. Visszaadja azt, hogy te teljes szívedből és teljes lelkedből szeresd az Urat, és nincsen más, és ott egy-két téma följön, hogy nevezzük egymást vezetőnek, szellemi vezetőnek, nevezzük egymást, te tudod, mester, nincs más mester, csak az Úr, van-e valaki megváltó az Úron kívül, és nincs, és aztán ott a Dávid, hogy kinek a leszármazottja Jézus Krisztus, és akkor rávágják, hát persze, hogy Dávidnak a leszármazottja. És akkor fölteszi a kérdést, akkor hogy mondja Dávid azt, hogy mondta Isten az én megváltónak, hogy ülj az én jobbomon. És az ő megváltója, az ő ura, Dávidnak az ura, akkor hogyan nevezheti urának, hogyha az ő leszármazottja. És sarokba szorítja őket Jézus, és bebizonyítja, hogy ő nem más, mint Isten fia, és az a megígért Mesiás, aki az Ószövetségben, a Zsoltároktól kezdve végig profétákon keresztül megvan írva, aki el fog jönni, és aki megjelent ott az időknek a végén, az ő szemük láttára. És a tanítványok pedig a templommal jönnek, hogy hát micsoda, akkor mennek kifelé, akkor micsoda, azért ez a templom. Ja igen, mert azzal fejezi be az Úr, hogy és el fog távozni Istennek a dicsősége arról a helyről. Tehát Istennek a jelenléte elhagyja ezt a templomot. És ezzel fejezi be az egész diskurzust, és a tanítványok azért mondják, hogy hát azért ez a templom, ez nem semmi, tehát azért ez az épület azért ez nem semmi. És akkor mondja Jézus, hogy Isten nem a köveket nézi, és nem a köveket keresi. És lehet, hogy van olyan bazilika, meg van olyan templom, ami nagyobb, mint ez a gyülekezet. És lehet, hogy van olyan, ami számosabb is, mint amennyien most összegyűltünk. De Isten nem a köveket nézi, és nem a vallásosságot, nem ezt a bigott vallásosságot, nem a szertartásos vallásosságot nézi, hanem a szívünket keresi. És amire kilukadott a törvényből, és ami a törvénynek a summája, a lényege, hogy szeresd az Urat szenvedélyesen és elkötelezetten. Ezt keresi bennünk az Úr ma is, és ez az, ami a lényeg az egész törvényből, és ez az, ami a lényeg az Új Szövetségből, és ez a mai Isten tiszteletünknek is a lényege, hogy tudjuk szeretni az Urat szenvedélyesen és elkötelezetten. Az elkötelezettség az sorozatosan, folyamatosan döntések sorozatát jelenti. Az, hogyha elkötelezett vagyok a feleségemnek, az azt jelenti, hogy nemet mondok ennek is, meg ennek is, meg ennek is, meg ennek is, meg ennek is. És naponta lehet, hogy többször kell hozzak olyan döntéseket,
ami ezt az elkötelezettséget megerősíti. Most jól. Ez tetszik Istennek is. Amikor sorozatosan hozunk olyan döntéseket, ami megerősíti ezt az elkötelezettséget. Mert ez az elkötelezettség az alapja annak a kapcsolatnak, ami van közöttünk Istennel. És az első Zsoltár azt mondja, hogy boldog ember az, aki nem jár a gonoszoknak a útján, a tanácsán, és nem ül a csúfolódóknak a székébe. És ezt a Zsoltárt szeretném, hogyha valaki felolvasná, vagy ha ide a Bibliámat, akkor én is szemüvegemmel együtt. Aha, megtaláltam. Sokan nem érzik magukat boldognak, és sokan sokféle feltételét látják a boldogságnak. Ez a Zsoltárok azzal kezdi, hogy meghatározza, hogy kit tekinthetünk boldog embernek. És azt mondja, boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán. Tehát kire hallgat az az ember? Bűnösök útján meg nem áll, mivel azonosul a cselekedeteiben. Csúfolódók székében nem ül, és a szájával, a szívéből mi az, ami kijön. Hanem, ki az a boldog ember, mert itt eddig negatív dolgok voltak, hanem az Úr törvényében van gyönyörűség, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el. És minden munkájában jó szerencsés lészen, de nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszór a szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Hadd mondjam azt, Isten tudja az utaidat. Tudja az Úr az igazaknak az útját. Ismeri az útjaidat, ismeri a járásodat, ismeri a fekvésedet, ismeri a felkelésedet, ismeri a gondolataidat, a sóhajtásaidat. És megállja az életedet, hogyha elkötelezetten és szenvedélyesen megmaradsz benne, és nem olyan leszel, mint a pejva, amit szétszór a szél, hanem lesz súlyod, lesz tartásod, meg fogsz maradni az Úrban. Ezért imádkozunk és dicsérjük az Urat. Köszönjük, Atyánk, hogy boldog embereknek tekintesz bennünket, és hálát adunk azért, hogy ma is így állhatunk előtted. És nem akarunk a gonoszoknak a tanácsára, nem akarunk hallgatni, Uram, senki másra, és nem akarunk megállni a bűnösöknek az útján. Ma is az útjaink oda vezetnek, hogy te veled legyünk közösségbe és egymással, és nem csúfolódással akarjuk, hogy megteljen a szánk, Uram, hanem a te dicséreteiddel, a te magasztalásoddal, a háladással, és akarunk ma is gyönyörködni abban a törvényben, abban az igében, amit hoztál, amit küldesz, Uram, a mennyekből. Hiszük, hogy alászáll és aláfut a te parancsolatod gyorsan, és köszönjük te neked, hogy csatornái lehetünk a te igédnek, csatornái lehetünk a te dicsőségednek, és átjár ma is, és betölt a te jelenléted. Azt mondtad, Uram, hogy ilyen cserépedényekben rejted el azt a kincset, azt a csodát, azt a gyönyörűséget, amit elkészítettél az ember számára, hogy ne szűkölködjön a te dicsőséged nélkül. És Uram, ma is akarjuk elrejteni a szívünkbe a te beszédeidet, hogy ne vétkezzünk ellened. Ma is akarjuk teletölteni az életünket azzal a kenettel, azzal az olajjal, ami a fejről folyik alá, a mennyekből. Azt mondtad, Uram, hogy te felülültettél minden fejedelemségen és hatalmasságon. És benned mi is ott vagyunk, Uram, az Atyának a jobbján. Ott ülünk, és köszönjük te neked, hogy lenézhetünk és alá tekinthetünk mindenekre, és mi is addig harcolunk, Uram, amíg mindenek a te lábaid alá nem vetetnek sámolyul, a te ellenségeiddel együtt. És köszönjük neked, hogy ma is jöhetünk eléd, ma is sereggyűjtésednek a napja lehet, ma is szentséges öltözetekben siethetünk, és tiszta kezeket akarunk fölemelni, Uram, minden versengés nélkül, minden kegyetlenség, minden súsárlás, minden ilyen rossz gondolatok nélkül, és akarjuk a gondolatainkat oda terelni te hozzád. És köszönjük te neked, hogy megtöltöd a szívünket a te gyönyörűségeddel, megtöltöd, Uram, ahogy gyönyörködünk te benned, és gyönyörködünk te benned, gyönyörködünk te benned, gyönyörködünk te benned, Uram. Halleluja. Keresd már meg azt a dalt, hogy Uram, gyönyörködöm. Nem tudom, hogy van, de
próbáljuk meg elénekelni. Hú, gyönyörködjünk az Úrban, és megadja a szívünknek a kérését. Ezt lehet, hogy nem is megadásom. Abba a csavarosban nézd már meg, légy szíves. Uram, új tűzzel.
Yeah.
Gyertek és öltözzük fel, a
lehetünk fel, levetjük a szomorúságot, levetjük a nyászt, levetjük a depressziót, levetjük a reménytelenséget, a halálfélelmet, minden rabság és minden lánc, minden rossz ruha, minden ocska ruha lekerül, és dicsőségnek a palástjába, és dicséretnek a köntösébe öltözünk fel. Halleluja! Amikor beborít az a keret, ami alá folyik a fejről, lefolyik a köntösre, az Áronnak a szakállán egész a prémiére, és átutatja az egész ruházatot, az egész egyházat. Halleluja! Amiben te is bele tartozol, ez a keret téged is elér, ez a keret téged is átjár, ez a keret téged is átáztat. Halleluja! Csak döntsd el, hogy leveted a rossz gondolatokat, levetkőzöl minden olyan rossz érzést, ami eltávolít, ami távol tart őket Istentől és Istenek az örökétől. Halleluja, ezért azt mondom, hogy gyere és öltözünk fel, gyertek és öltözzünk fel a dicséret szellemét. A te olajod áradjon rám, a te trónodról, gyertek és öltözzük fel a dicséret szellemét. A te örömöd áztasson át minden folyót. Gyertek és öltözzük fel, gyertek és öltözzük fel a dicséret szellemét. Halleluja! A te olajod áradjon rám, trónodról. Mosson le minden csüggelést, gyertek és öltözzük fel a dicséret szellemét. A te örömöd, a te örömöd áztasson át minden folyó. Minden szárasson, minden szárasson majd él, és újra táncol még. Ha a szomjas földre ér, ez a folyó, mint a szolgát nézünk ér, úrunk kezét, mi is úgy várunk rét. Halleluja, annak ki megtartja életét. Halleluja, szent halleluja.
A sötétség már szűnik el, s hajnal
dicsőség az Atyának, hála, hála fiának, fiának. Hála is, drága szentszer, jöjj és töltsed meg a szívem. Halleluja, drága szentszerem, jöjj és töltsed meg a szívem. Veled én már meghaltam, s a sírból felét támadtam. Élek többé, többé soha nevé, mert én benne már a jét, majd mi vagyok én. Élek többé, többé soha nevé, mert én benne már a jét, ha még egy élek. Élek többé, többé soha nevé, mert én benne már a jét, sötétség a sötétség más szűnéket. Szomjazik eső után.
az óceánnak vannak hullámai. Azt mondja a Zsoltárok, hogy Istenek is vannak hullámai, amik megörvendeztetik Istenek a városát, a felségesnek a hajlékait, és ezek vagytok ti. Azt mondja az ige, hogy Istennek a hajléka vagyunk. Istenek a temploma vagyunk, a tested az nem a tied. Isten tulajdon vérével, Krisztus tulajdon vérével lettél megváltva, és az ő hullámai elérnek téged, és megörvendeztetik az életedet. Nem tudom, melyik Zsoltár ez. Ha valaki tudja, akkor majd elolvasom. De énekeljük el a második verszakot. Árasz most el. Árasz most el, mint partjait az óceán. Oh,
Istenünk, s lásd meg mi nagy.
köszönjük neked, hogy megtalálhatjuk, Uram, a teremtésünknek a célját, az életünknek az értelmét, hogy legyünk, Uram, te magasztalásodra. És kívánjuk, Uram, hogy növekedjél az életünkben. Ahogy meg volt írva a keresztelő Jánosról, hogy neki pedig alá kell szállnia, és neked pedig fölül kell növekedned. Uram, imádkozunk, hogy a te növekedésednek ne legyen vége, nem csak a Dávid trónján, hanem a mi életünknek a trónján sem, hanem töltse be, Uram, Uramat, az életünknek minden részét, hogy szenteltessék meg a te neved. Hogy szenteltessék meg a te neved. És Uram, fölemelünk téged. És imádkozunk, hogy a mai napon is a te igéd tudjon változtatni életünkön. Tudjon változtatni az életünkön. Hogy olyan emberek legyünk, akik értelmesek, akik nem csak meghallgatják, hanem meg is cselekszik a te igédet. Azt mondtad, hogy az olyan lesz, mint aki a kősziklára építi fel az ő házát. Ilyenek akarunk lenni, Uram, és megálljuk a te beszédedet, és megálljuk a beszédednek a szólóját, hogy bátorsággal tudja megosztani azt, és kérünk téged, hogy töltsd be őt a Szent Szellemmel, frissítsd meg, újítsd meg, és minket is eleveníts meg, hogy a meleg ellenére tudjunk odafigyelni, és tudjuk befogadni a te ígédet a szelítségünk a szellemével. Te neved dicsőségére, ámen. Atyám, én is köszönöm neked, hogy minden beszéded élet és szellem, és köszönjük, hogy te ígédet megerősített bennünk jelek és csodák által, és köszönjük, hogy te ígédet megerősített kifelé a népek felé, a nemzetek felé. Köszönjük, hogy a pogányok pedig hittek benne, az van megírva, és látták az ő dicsőségét. Uram, kívánjuk mai napon mi is, hogy te ígéd úgy, ahogy Jeruzsálemben növekedett és hatalmat vett, az életünkben is tudjon növekedni. Köszönjük, hogy ahová kiment a te beszéded, ott megcselekedett, amit kiküldted. Hiszünk abban, Uram, hogy a te ígéd mai napon is megelevenítő szellem, és minden dolog, amit az életünkben a te ígédből szólsz, az olyan számunkra, mint az eledel, olyan számunkra, mint a víz, és köszönjük, hogy a mai napon is, aki ebből a vízből iszik, vagy ebből az eledelből eszik, az soha meg nem szomjózik. Uram, milyenek akarunk lenni, hogy megelégítsél minket. Hiszünk abban, Uram, hogy te meg tudod elégíteni az embert, és köszönjük, hogy a szellemét be tudod tölteni, az embernek az egész valóját meg tudod ragadni. Uram, ragadjál meg minket. Köszönjük neked, hogy te valóban gondot viselsz a mi életünkre, és minden szabad élet és szellem. Hálát adunk ezért neked. Köszönjük a jelenlétedet. Köszönjük, hogy boldog ember az, aki benned bízik. És valóban, Uram, meghozzuk a mi gyümölcsünket ideje korán. Köszönjük ezt neked. Köszönjük a folyóvizeket, amiről hallottunk. Hogy Istennek a víz, Istennek a folyói tele vannak vizekkel. Hogy megörvendezteti Istennek a városát. Köszönjük a Szent Szellemmel való közösséget. Köszönjük azt a mennyei folyót, ami a trón alól jön ki. És köszönjük azt a folyót, ami megúszható. Köszönjük azokat a vizeket, amik a két partjukon olyan fákat növesztenek, aminek a gyümölcsei, a levelei gyógyulásra való. A pogányoknak a gyógyítására való. Köszönjük, Uram, neked, hogy ez a folyóba befolyik, oda élet lesz, és a büdösséget elveszed. Köszönjük, hogy életnek a vize az. Így akarunk a szellemeddel, így akarunk a te beszédeddel közösségben lenni, és így akarunk egymással is. Köszönjük azt a közösséget, amit az egyházban adtál, a Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Fogadjátok Péter bizonságtételét először is. Szeretettel. Szeretettel üdvözlök mindenkit. Adós vagyok. Adós vagyok. Nagyon sok adósságomat engedett el az Úr. Tudom, hogy elengedte, és benne bízom,
ilyen módon, de nem csak azzal vagyok adós, hanem úgy is adós vagyok, hogy múltkor egy bizonyság bennem rekedt, nem akartam vele az időt húzni, de aztán amikor Attilának meghallottam a szolgálatát, akkor már rájöttem, hogy el kellett volna mondjam, hiszen tökéletesen hajazott az ő bizonyságra. Hát többek között ilyen és efféle dolgokból tudom azt, hogy jó helyen vagyok, amikor ide jövök. Hiába én járok talán azt hiszem a legtávolabbról, nem kell sajnálnom az úti költséget, nem kell sajnálnom az időt, hogy ide jöjjek, hiszen Isten küldött ide engem. Isten mutatta meg nekem ezt a gyülekezetet most már 3 éve. És nem kell azon gondolkodnom, hogy talán egy másik gyülekezetben nem lenne jó. Nekem még nem volt másik gyülekezetem, tehát olyan vagyok, mint akinek az Úr mutatta meg a feleségét, hogy két alatt mellette. És nem gondolkodik azon, hogy egy másik nem lenne jobb esetleg, hanem bizonyságom van arról. Többek között ilyen dolgokban is, hogy oka van annak, hogy engem ide vezetett Isten, és talán nagy szükségem van rátok, és talán nektek is a hasznotok lehet. Úgyhogy hát ezt szeretném elmondani nektek. Nos, hát amikor a pedagógiában egy órát, vagy magát az oktatást szeretnénk felépíteni, akkor különböző órákat tervezünk. És ezek a különböző órák közül csak most 3 fontosabbat említenék meg. De egyik az új ismeret feldolgozó óra, amikor is hát egy új ismeretet kap az ember, és azt hát tulajdonképpen ismeret szintjén közreadja a tanár, elmagyarázza, visszacsatolások, stb. Aztán nem csak ilyen órák vannak ám, hanem alkalmazás órák is vannak, amikor ezt az új ismeretet meg kell szilárdítani. A jártasságokat, készségeket ki kell alakítani, és még ezen felül is vannak úgynevezett ismétlő órák, amikor pedig végképp elmélyítik ezeket az ismereteket. Nos, hát így arra jöttem rá, hogy valahogy hasonlóképpen csinálja a mi úrunk is. Tehát nem mindig új ismeret van, nem mindig új ismeretet ad nekünk, és mindig valami újdonságot kell várni, hanem meg kell tanulni azt alkalmazni is, azt az új ismeretet. És én nekem valami efféle tudott még a múlt héten, tehát ez az, ami bennem maradt, még a múlt héten valami efféle alkalmazás órát adott az Úr, és hát higgyétek el, nem kell hozzá még iskola sem. Kint voltam, mondhatnám a pusztában, hát a földemen voltam kint, és ott ért engem ez a tanítás. Mint hogy Mózesnek is ugye 40 évig pásztorkodott, tehát nem igazán iskolába tanulta azt, amit tudott, de hát nem, persze nem ahhoz akarom magam hasonlítani, csak mondom, hogy nem véletlenül, illetve vannak ilyen dolgok. Nos, hát tulajdonképpen arról van szó, hogy megkéstem a munkákkal, és hívtam egy embert, aki segítségemre volt, sokat dolgozott már nekem, egy egyszerű emberről van szó, egy nagyon jó lelkű, egy nagyon becsületes, igazi munkás emberről van szó, aki hát én egyszerű lelkületű, hát néha talán egy kis figyelem problémák azért előfordulnak, de ahogy mondani szokták, megvan a magához való esze. És olyannyira megvan, hogy néha el szoktam fogadni a tanácsait is. Tehát úgy saját maga úgy átgondolom, aztán érdemes rá odafigyelni, de azért oda kell rá abban a tekintetben is figyelni, hogy megértette egészen pontosan azt, amit mondtam neki. Nos hát ennek az embernek az volt a feladata, hogy a pótlásként ültetett facsemetéket körbekapálja, megműtrágyázza, felkösse, és a műtrágyát bedolgozza a talajba. Nagyon egyszerű volt a dolog, annyi volt a probléma, hogy elég nagy volt már a gyom, ránk nőtt egy kicsit a sok eső meg a meleg hatására a gyom, és azt mondtam neki, rossz a szeme is egyébként ennek, Jánosnak hívják egyébként, hogy először gyomlált ki, hogy lássad, és amikor látod, na majd akkor kapáld meg. Ez árad is volt a föl, tehát nem voltak igazából ideálisak a viszonyok, és hát ezt a munkát megcsinálta, és én ülök a traktorban, és egy reggelen, és tárcsázok, és látom a munkáját, és több helyen látom, hogy meg van kapálva, ott van a karó, meg van kapálva, de nincs csemete. Hát ilyen egész kicsi csemetékre kell gondolni, de nincs csemete. Hát most, ha elszáradt, akkor annak ott kéne lenni. De olyan, hogy ki van vágva, de nagyon jól meg van kapálva, olyan nem létezik. Az csak egyféleképpen létezik, ha ő maga kivágta. Vagy 10-et számoltam össze. Most ford bennem a düh tulajdonképpen. Ennek hatására, hogy folyamatosan ment fel a pumpa, hogy én elültetem, locsolom, kapálom, felködöm, műtrágyázom, és ez az ember, akinek az lenne a dolga,
hogy gondját viselje, mint a óvónéni az óvodába, hát ez nem akarta ő ezt, de kivágta. Ez az ember kivágja. És hogy a következő évben is az üres földet fogom művelni, dolgozni, egy év veszteség. Tehát azért ennek vannak ilyen hozadékai. Mondom, felment bennem a pumpa, és azt mondtam, hogy már eddig is volt olyan, hogy kárt okoztál nekem, gondoltam én magamban, most befogom rajtad vasalni. Most emellett nem megyek el. Azért ez mégiscsak túlzás. Azért, hogy még a kapálást sem lehet rád bízni, hát szóval lehet ennek. És akkor hát így forrongtam magamban, hogy ez biztos, hogy befogom vasalni. De mondom, tényleg az elmúlt időszakban azt kell észrevegyem, hogy szóval vannak ilyen jellegű problémák, és sokasoknak nála ezek a problémák. Nem sokkal idősebb, mint én, de ettől függetlenül sokasodnak. Valaki megjegyezte, aki nem éppen a jó akarom, hogy Nyesti szereti a nehéz embereket. Hát az, hogy szeretni, az túlzás, de az biztos, hogy van jó néhány körülöttem. Mintha Isten nehéz embereket, tehát akit mások nehéznek tartanak, inkább úgy mondanám, mintha rám bízná, de egyet elmondhatok, hogy ezek a nehéz idézőjelben nehéz emberek még soha nem voltak meg. Pedig lenne mit megmondni, vagy ellopni, amikor egy kanna egyszer 60 ezer forint, és nem egy kanna van. Akkor lenne mit, vagy csak kiszívni belőle. Ezek az emberek még soha nem voltak, meg erre büszke vagyok. Ezek a nehéz emberek, ezek a idézőjeles nehéz emberek. Más könnyű emberekkel dolgozik, de azok könnyen eljár a kezük is. De volt rám egy ilyen kísértésem, amit Attila tud, de most nagyon kicsi az időnk ahhoz, hogy én ebbe belemenjek, amikor egy komoly összegeltűnése volt a kísértés tárgya, de az is csak egy kísértés volt, és Isten szerint egy megoldás született, amikor is megkerült az a pénz, amit én addigra már Istennek felajánlottam, és majd egyszer elmondom ezt apróra, de tulajdonképpen ebből van a kamera is. És a számítógép, amivel vágni is lehetne, ugye az a számítógép kell hozzá. Nem csak kapálni kell, vágni is. Úgyhogy, na, szóval erre büszke vagyok, soha nem mondtam még. Szóval így forrongtam magamban, és egyszer csak jött a kegyelem is. És úgy meglátogatott a szívembe az a dolgot. Ott a traktorban, ott kora reggel. És azt mondta nekem, hogy hát nem állottalak meg étége annyira, hogy még soha. Hogy most ezen a szerencsétlen emberen akarod elvenni a port. Hogy nem volt elegendő az áldásod. Miért akartam? Miért nem vagy könyörületes? Én rengeteg adósságodat elengedtem neked. Sok adósságod volt. Elhihetitek. Elengedtem neked. Most ennek az embernek újra csak el kell, hogy engedd az adósságát. És eszembe jutott ez a tanítás, amit már korábban megkaptam. Azért mondom, hogy nem mindig új ismeret feldolgozó óra van, hanem van, amikor alkalmazás, és rögtön eszembe jutott a gonosz szolga esete, ugye, a királya, és hát rögtön másképp, de meg is a szívem környezete is megváltozott. Tehát nem csak hogy megfélemlettem, hanem úgy rögtön engedékenyebb is lettem. És rögtön rájöttem, hogy az Úr tanít engem. Az Úr tanít engem, most egy ilyen éles helyzetben úgy látszik szükségem van arra, hogy még alkalmazzam a körülületességet a saját életemben. Így tanított engem az Úr. Hát el is határoztam, hogy el fogom Jánost hívni, meg fogom neki mutatni, hogy ezt azért te csináltad. De ugyanakkor pedig imádkoztam Istenhez, és hogy Isten szerint tudjak beszélni, és a lelkére hatni. És valóban így is lett. Kimentünk, végignéztük, hát elég kellemetlen volt, hogy mindegyiket megmutattam neki, de hát muszáj volt a dráma kedvéért. Akkor már nem haragudtam egyáltalán. És utána mondtam neki, hogy nézd János, én test szerint, testi emberként ezt kíméletlenül beoltanám rajta. De nem én az vagyok az, aki irgalmasságot cselekszik most, hanem Isten az, aki általam irgalmasságot. Én Isten által irgalmasságot cselekszek, és nem hajtom be. Tudni kell, hogy János 4 hónapja nem kap fizetést a munkahelyéről, egy állami cégnél dolgozik, és megcsinálják vele azt, hogy nem fizetnek neki, nem csak neki, az összes alkalmatnak, arra játszanak, hogy végkerítés nélkül felmondjanak, az emberek fele már elben. Tehát nagyon nehéz helyzetben van. De ugyanakkor én azt is látom, hogy ez a nehézség, ez csak ilyen mélyít az ő egyébként is nehéz sorsán, hogy bajban van.
Tehát, hogy egy ilyen lefelé mutató tendenciát mutat az élete. Többször tettem egyébként már neki bizonyságot is. Úgyhogy abban bíztam, hogy tudok Isten szerint beszélni, és ezt meg is tettem ilyen módon. És János, úgy gondolom, hogy megérintettem a szívét. Megkérdeztem, hogy imádkozhatok-e érte, és azt mondta, hogy hát nem tudtam, hogy mi lesz az, vagy hogy kéne azt csinálni. Imádkoztam érte, majd utána megkérdeztem, hogy szeretnéd-e azt, hogy most bevezessenek egy megtérő imába, amikor is átadta a szívedet és az életedet Jézusnak. Nem tudom, hogy ne az én kedvem érted meg, még ne azért, mert most kárt csináltál, magad miatt tedd meg, mert látom, külső szemlélőként látom, hogy óriási szükséged lenne Istenre. Óriási szükséged lenne Istenre. Úgyhogy mondta, hogy hát, akkor már inkább később, mondta ő, de éreztem azért azt, hogy ott azért valami történt. Na tehát több dologra jó ám ez a tanítás. Egyrészt nekem egy alkalmazás óra, ugye? Legyek környezetesen, biztosan rád fogok, minden bizony. De ugyanakkor milyen érdekes Isten útjainak a szövete, hogy ő neki viszont egy lehetőség volt, hogy Istennel találkozzon. Egy újabb lehetőség. Ki tudja már, hagyatik az életében. Tehát ami nekem alkalmazás óra, az ő neki egy találkozás Istennel. Vagy éppen lehetséges, hogy a megtérés Istenhez. Így szövi az útjait az Úr, és én hálát adok azért, hogy néha beleláthatunk, ha csak egy pillanásnyira is ebbe a bölcsességbe. És láthatjuk ennek a morzsáit, hogy hogyan épül fel, és hogyan tevékenykedik értünk a Úr. Úgyhogy dicsőség önnek, és magasztalom az Én nevét. Amen. Megint bennem maradt egy bizonyság. Nem, az igét akartam felolvasni, de már az elmaradt. Vissza. Igen. Másoknak közületek, elhoztatok otthonról. Nincs. Nem is elmélyek a Bibliám jönne. Farizósoknak ezt mondta az Úr, hogy ami nehezebb a törvényből, azt elhagyjátok, a könyörületességet is. Pont a Farizdón, amit említettem is, hogy fedi őket. Az irgalmasságot. Na, akkor mi ott folytatjuk, hol a bajtok. Mert ahol voltál, ahol a múlt órán. Ahol a múlt Isten tiszteleten kezdtük, vagy amit olvastunk. Ugye a növekedésről volt szó. Múlt héten vagy, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem kell újra-újra feltétlenül elmondani, mi nem kell minden alkalommal legalábbis el kell mondani, persze meg beszélni kell, nem kell minden alkalommal újra meg újra ismételni, mert lehetnek olyan helyzetek, amikor nem a tanítás a lényeg, hanem Pál azt mondja, hogy ti minden nagyon jól tudtok, sőt gyakoroljátok is, csak egyet kérek tőletek, 1 Tesszalonika, Tesszalonika felekezik levél első, egy első levél, 4. rész, és akkor Tesszalonika beleegyezik elsőleg a 4. rész 9. vers. Az atyafiúi szeretetről pedig, nem is szükség írnom nektek. A 2. Korintus 9-e pedig emlékeztek a szolgálat volt. A szolgálat, hogy is mondja, hogy 2. Korintus 9-1-ben? A szentek iránt való szolgálatról felesleges is nektek írnom. Ez a 2 ige volt, ami mentünk. Ugye itt a Tesszalonika levélben az atyafiúi szeretetről van szó, hogy nem is szükséges írnom. A 2. Korintus 9.1-ben a szentek iránt való szolgálatról felesleges is nektek írnom. Viszont amit itt mond Pál, vissza a Tesszalonika levélhez, mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Sőt, gyakoroljátok is azt, mindam az atyafiak iránt, akik egész Macedóniában vannak, meg vagytok át tanítva, nem is kell most erről ebben a pillanatban beszélnem nektek, sőt, ezt teszitek is. Nem csak Tesszalonikában, hanem a környező kisvárosokban, és egész Macedóniában.
És utána még azt mondja, hogy kérünk azonban titeket, atyám fiai, hogy mindinkább gyarapodjatok, és becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, saját dolgaitoknak utánalásatok, és tulajdon kezeitekkel munkálkodjatok, amiket rendeltük nektek, hogy a kívülvalók iránt tisztességesen viselkedjetek, és semmi szükséget ne érezzetek. Egyet azonban kért tőlük, hogy mindezekben pedig gyarapodjatok. És azt mondja itt Pál, hogy ezeket nagyon jól tudjátok, gyakoroljátok, de kérjük, hogy mindinkább gyarapodjatok, mindezekben is, minden dologban mindinkább gyarapodjatok, és emellett pedig, hogy mondtuk, tök normális emberek maradjatok. Hogy arról beszéltünk, hogy ha nem is kell dolgokat ismételni, mert nagyon jól tudjuk, egy kihívást legalább van mindig, mégpedig az, hogy mindazekban, amit tudunk, például egymás felé való szeretetben, a szolgálatban, a 2 Korintus 9 alapján tervezünk, előrenézünk és növekedjünk. Ott áll a 2 Korintus 9-en pedig azt mondja, hogy ti benne vagytok nyakig a szolgálatban, nagyon jól látom a készségeteket, de mégis küldök testvéreket, hogy előre el tudjátok készíteni mindazt, amit kell, hogy nekünk adakozzatok, vagy Jeruzsálemi szegényeknek adakozzatok, hogy minden adomány legyen, jó szívből legyen, bőséges legyen. Tehát két dolog van itt a szeretet meg a szolgálat kapcsán, hogy növekedni benne, az mindig lehet. A szeretet kifejezésben, a szeretet kapcsolatban, a szeretet adásában, hogy a szolgálatban mindig lehet előre tervezni, lehet benne bőven adni, lehet rá készülni, a szolgálatokat elő lehet készíteni, lehet tervezni. Tehát van itt két dolog, amiről beszélt ez a két vers, az atyafiúi szeretet meg a szolgálat. És van két dolog, ami mindig igaz, a növekedés meg a ezekbe való bőség, tervezés, előretekintés és egy jókedvű szolgáló emberi válás. És ez mindig benne van. Na, ezekről beszéltünk, és az lett a címe, ha minden igaz, hogy mindinkább gyarapodjatok, ugye? Ez lett a címe. Na, hát két téma volt, az atyafiú szeretet meg a szolgálat, és többek között a növekedésről beszéltünk. Na most itt fogjuk folytatni, és akkor most pedig lapozunk az Ószövetséghez. Izsákot az elmúlt egy-két évben többször elővettük, Mózes első könyvében, most megint hozzá lapozunk. És erről a gyarapodásról lesz szó, amit a Tesszalonika beliek között levélben olvasunk, hogy mindinkább gyarapodjatok. És Mózes első könyve 26. rész, 13. 14. vers. Izsák egy olyan ember volt, aki mindinkább gyarapodott. És mindazokban, amilyen volt, gyarapodott. És növekedett. És jó ember maradt. És nem lett felfúvalkodott tőle. És nem lett nagyobb képe tőle. És befért a sátor ajtaján, mint én a lakókocsi ajtaján. Pedig szűkös, de befélek. És irigykedtek rá. Tudod, a barátságát keresték ennek a nagy embernek. Tudod, milyen jó ez? Egy ember növekedik, növekedik, gazdagodik, gyarapodik, teszi a dolgát. Azt mondja a vers, hogy előrébb és előrébb halad mindig, és közben a barátságát keresik. Ha leállnak vele, vitatkoznak, akkor inkább odébb áll, akkor megy más felé. És amerre megy, ott vizet talál. Amerre megy, ott kincset talál. Amen. És azt mondták neki, te öcsém, te az Istennek az áldott embere vagy. És nem akarunk veled még véletlenül se összetűzésbe kerülni. Inkább kössünk szövetséget. Legyen köztünk béke. Az a biztos, ma Isten téged megáld, akkor minket lehet, hogy el is töröl akár. Tehát ez az Izsák egy ilyen gazdagodó ember volt, és ami egy több normális ember maradt, és keresték, nem féltek tőle. Keresték a barátságát, és Istennek az áldását, látták az életét. És azt mondja a 13. vers, gyarapodott az a férfi, és előrébb megy a gyarapodásban, míg lent igen nagyjá lett. Tehát abban, amiben élsz, a szeretet kifejezésben, az evangelizációban, a szolgálatban, ugye Izsák itt vetett, a vetésben, az ige hirdetésében, a kapcsolataidban, igen-igen nagyon-nagyon nagyjá lehet lenni, és mindig előrébb és előrébb lehet jutni. Tehát olyan nincs, hogy megáll az élet, hogy felülünk a trónunkra, és megtettünk mindent, kérjük a koronát. Majd ez a mennyben lesz, amit Isten elkészített. De a mennyben el van készítve egy korona, és nem babérkoszorú, mert nem romlandó koronánk lesz, hanem milyen lesz? Romolhatatlan. Na, a mennyben jár a korona. Addig pedig előrébb, és mindenben lehet növekedni, és haladni, és gyümölcsöket teremni. És ilyen volt az Izsák, hogy gyarapodott az a férfiú. Előrébb, 13. vers, előrébb ment a gyarapodásban, míg nem igen nagyjá lett. És volt neki apró és öreg barma, és sok családja, és irigykedtek azért rá a filiszteusok. Például azt mondták a filiszteusok, 28. vers, ők pedig mondták, látván láttuk, hogy az Úr van te veled,
Látván láttuk, hogy az Úr van te veled. És mondtuk, legyen szövetség, esküvés mi közöttünk, köztünk is te közötted, és kössünk figyet veled, hogy minket gonoszszal nem illetsz, valamint mi sem bántottunk téged, és amit csak jó cselekedtünk veled, és békességgel bocsátottunk el magunktól, te már az Úr áldott embere vagy. Hát ezt látták Izsáknak az életén, ezt a fajta áldást. Na most a kérdés az, hogy ez a növekedő, gyarapodó, előrébb haladó férfiú, aki igen nagyjá lett, ezt a növekedést, ezt a gyarapodást hogyan érte el itt, ezen a helyen, ahol éppen itt élt. És erről fogunk beszélni, és ugyanúgy az igaz ránk is, hogy mi, ahol járunk, ahol kerünk, ahol kifejezzük a szeretetünket, ahol szolgálunk, ahol adunk, ahol vetünk, hogyan tudjuk elérni azt, hogy előrébb és előrébb haladjunk. Van itt legalább két dolog, hogy a Izsák gyarapodott. És menjünk a 26. rész elejére. Első versről fogom olvasni. Lett pedig éhség az országban, amely Ábrahám idejében volt. Elment azért Izsák Abimélekhez, a filiszteusok királyához, Gérárba. Mert megjelent vala neki az Úr, és ezt mondta. Ne menj alá Egyiptomba, lakjál azon a földön, amelyet mondok te neked. Tartózkodjál ezen a földön, és én veled leszek, és megáldalak téged, mert te neked és te magadnak adom mind ezeket a földeket, hogy megerősítsem az esküvést, amellyel megesküdtem Ábrahámnak, az atyádnak. És megsokosítom a te magadat, mint az ég csillagot, és te magadnak adom mind ezeket a földeket, és megáldatnak a te magadban a földek nemzetségei. És még egy verset, 12-et, és, na bocsánat, 6-at, lakozott azért Izsák Gérárban, és a 12-et, és vetett Izsák azon a földön, és lett neki abban az esztendőben 100 annyia, mert megáldotta őt az Úr, és gyarapodott ez a férfiú. Tehát hogy jutott el Izsák erre a gyarapodásra? Van itt két dolog, ami fontos. Az egyik az volt, hogy meghallotta Isten szavát. A másik pedig, hogy azon a földön éppen éhség volt, és az éhség közepette, a gondok közepette meghallotta Isten szavát, és azon a helyen, ahol az éhség volt és a gondok voltak, azon a földön vetett, és egy jó reménységgel, hittel, egy jó kedvel élő, egy jó reménységgel élő ember volt. És erről a két dologról szeretnék beszélni. Az egyik az, hogy meghallotta a szavát, Isten szavának a meghallása, ami gyarapodóvá tesz, a másik pedig a vetés, ami gyarapodóvá tesz. Kezdjük az elején. Második vers. Megjelent neki az Úr, és ezt mondotta, ne menj alá Egyiptomba, lakjál ezen a földön, harmadik vers, tartózkodjál ezen, és hatodik vers, lakozott azért Izsák Gérárban. Mikor hallotta meg Izsák Istennek a szavát? Azt olvassuk, hogy itt éhség volt. Akkor hallotta meg, és akkor tudott Isten szólni hozzá, amikor éhség volt, amikor éppen a gond volt. Tehát ebben a helyzetben nem az ideális körülmények voltak éppen. Nem a helyzete nem volt tiszta sor. Tehát nem volt egyértelmű, hogy mit kell csinálnia. Nem volt minden feltétel önmagától mutatkozóan adott és tutira biztos, hanem abban a helyzetben Izsáknak az életében éppen gond volt, mert azon a területen éhség volt. És amikor ilyen gond, meg ilyen probléma van az embernek az életében, akkor nagyon hamar kapkod. Tehát keresi a megoldást. Próbál ebből kitörni, és nagyon sokszor, amikor gond van az embernek az életében, és a megoldást keresi, sokszor úgy érzi, hogy most már történjen bármi, csak legyen ennek vége. Csak nem mindegy, mégsem mi történik az embernek az életében, és hogy fog dönteni ebben a problémában és ebben a gondban. Amikor úgy tűnik Izsáknak az életében, hogy minden összeszakad, és minden összedől, és nem lesz vize, és nem lesz vetnivalója, vagy nem fog tudni megnőni a vetnivalója. Éppen a gondok közepében, amikor más már azt gondolna, hogy történjen most már bármi, csak legyen valami, akkor ebben a gondban és ebben a nehézségben ő meghallotta Istennek a szavát, és ebben a helyzetben szólt Isten hozzá. És ahogy mondtam, ez a helyzet, ez nem volt egy ideális helyzet. Tehát amikor éhség van, az nem egy ideális helyzet. De ő meg tudta hallani Istennek a szavát. És amikor ilyen helyzetbe kerül az ember, a gondba, meg a nehézségbe, meg a nem egyértelmű kilátású helyzetekbe, na akkor kell meghallani Istennek a szavát. Mert akkor nem mindegy, hogy mi történik. Pedig az ember pont az ellentétét mondja, történjen bármi, csak már legyen vége. Ez hazugság. Mert ilyenkor tud az ember
Nagyon-nagyon. Mert ugye keresi a megoldást, és sok ötletet támad ilyenkor. Sok példát látott, sok mindent hall, sok mindent lát, sok mindenre nyitott. És ilyenkor nem mindegy, hogy meghallja az ember Istennek a szavát, vagy nem. És ekkor az éhségben. Szokták mondani, hogy elmész vásárolni, előtte lakjál jól, ne légy éhes. Hallottad már? És mégis az éhségben, vágyakozásban, ott, amikor annyi mindenre kapható lenne már, mégis ott meg kell feszítenie magát, figyelni kell. Azt szokták mondani, hogy éhesen nem lehet tanulni. Meg elmész az érettségére, mire vigyél csokit, meg minden egyebet, nem tudsz figyelni. Figyelj, és mégis ezekben a feszes helyzetekben nem mindegy, hogy mit csinálsz, és nem mindegy, hogy milyen döntéseket hozol. És amikor lehet, hogy nehéz, és lehet, hogy feszült vagy, és lehet, hogy összedőlne minden, és lehet, hogy egyszerűen egy háborgó dolgokat élsz meg, és nem találod a megoldást, akkor tudni kell lecsendesedni. És ott, hogy Uram, na most akkor mi a te szabad lenni? Itt nem mindegy, hogy mi történik. De a tanítványok így voltak a csónakban, amikor háborgott a tenger, emlékeztem, amikor át kell mondani a túlsó partra. Ott nem az volt a megoldás, hogy csináljunk gyorsan valamit. Hozza mindenki a vedrét. Mindenki egyszer. Nem az volt a megoldás, hogy találjunk ki valami gyors megoldást arra, hogyan tudunk. A csónak már megtelt. Mire volt a megoldás? Mi tudta a háború tengert, a gondot, a problémát? Mi hozta a megoldást? Nem történhetett volna ott bármi. Ugye? Mi volt a megoldás? Hogy Jézus Krisztus szóljon. És amikor meghallotta azt a tenger, meg az a probléma, Jézus azt mondta, hogy némulj el, akkor csodálkoztak, hogy Jézus Krisztus lecsendesítette a tengert és a bokat, és még a szél is engedett neki. Tehát abban a helyzetben és abban a gondban, abban a problémában nem volt mindegy, hogy mi történik a csónakban. Abszolút nem volt mindegy. Pedig ilyenkor az ember sokszor feladja, legyen már csak valami, csak történjen meg, de ez nem igaz. És felkeltették a mestert. És kellett, hogy Jézus Krisztus szóljon. És amikor ilyenek az embernek a gondolatai, nagyon fontos, hogy például 2 Korintus 10 mondja, biztos emlékeztek rá, hogy fontos dolog a gondolatainkat kezelni. Az ilyen gondban, az éhségben, a problémában. Fontos dolog a gondolatainkkal jól bánni, mert ezeknek is engedni kell Jézus Krisztusnak, vagy a tengernek engedni kellett. Azt mondja 2 Korintus 10, vagyis bocsánat, nem is a 2 Korintus 10, hanem a 2 Korintus, de 10. Ötödik vers. Lerontván okoskodások. Ilyenkor az ember keresi a megoldást. Ötleteket próbál. Lerontván okoskodásokat és minden magaslatlan, a Istennek ismeret ellen emeltetett. És fogjul ejtvén minden gondolatot. Ilyenkor az embernek a gondba, a nehézségbe jár az agya. Talán bevállaljuk ezt, talán bevállaljuk azt, de fogjuk elejteni minden gondolatot, hogy mit csináljanak ezek? Engedelmeskedjenek a Krisztusnak. Tehát ezekben a helyzetekben, a gondban, a nehézségben meg kell tudni hallani Istennek a szavát, még az éhség idején is, és itt fog elkezdődni az ember életében a gyarapodás. Akár a szolgálatban, akár a szeretet kifejezésben, akár a munkájában. Nos, Izsák ebben a problémában meghallotta. És visszamegyünk a Mózes 26-hoz. Vannak ilyen helyzetek az életben, hogy éhség. Lehet, hogy nálad is vannak olyan dolgok, amikor igazán nem ideális, amiben élsz, vagy ahogy élsz. Nem a legmegfelelőbb a helyzet. És ez ilyen körülmények, ezek előfordulnak, sőt megtörténnek, nem egyszer. Azt mondja a 26. vers, 26. és első verse, hogy volt már ilyen éhség. Tehát ezek megtörténnek. Csak ezekben a helyzetekben, amikor ilyen nehéz gondokba telt időszak van, amiben belekerül az ember, itt kell, hogy meghallja Istennek a szavát, hogy ebből ő gyarapodva és növekedve tudjon kijönni. Mert volt ilyen helyzet, amikor azt mondja, hogy volt egy első éhség, 25. és első vers, amely Ábrahámnak az idejében volt. Tehát lehet, hogy volt már a családodban egy hasonló helyzet, amiben te benne vagy. Láttál egy ilyen gondot? Egy időzőbe térő éhséget, egy ilyen szükséget. Vagy lehet, hogy láttál már egy hasonló problémát, amiben te benne vagy a családodban, vagy éppen a gyülekezetedben. Vagy lehet, hogy nem a közvetlen gyülekezetben, de hallottál egy ilyen helyzetről, egy ilyen problémáról, amiben Ábrahám került valamikor az egyházban.
Láttál ilyet? Ha belegondolsz Ábrahámba, az ő életébe, aki szintén ugye tudjuk, hogy elhívott ember volt, Ábrahám mit csinált abban a problémában, amikor éhséget élt át? Menjünk kicsit vissza a 12. vershez. 12. részhez. 10. vers. Azonban éhség lett az országban. Ez volt itt az első éhség, amit mond első éhségnek a Biblia. És Ábrahám aláment Egyiptom, hogy ott tartózkodjék, mert nagy volt az éhség az országban. Ugye Ábrahám ebben a problémában történjen bármi, mi látszólag a legoptimálisabb, elmegyünk Egyiptomba. Keresett egy megoldást, amivel lement Istennek a térképéről. Mert aztán látjuk, hogy vissza kellett majd jönnie. Lapozunk a 13. részhez. Ábrahám pedig feljött Egyiptomból. 13.1. Feljött azért Ábrahám Egyiptomból, ő is az ő feleség, és minden, ami volt. 13.3. És ment helyről helyre délfelől, mint Bételi, oda, ahol először volt az ő sátora. 4. vers. Annak az oltának a helyére, amelyet ott elsőben készített, és segítség itt az Úr. Hát Ábrahám abban a helyzetben nem hallotta meg Isten szavát. Tehát ugyanaz a helyzet. Két éhség. Egy első, meg egy második. Ábrahám abban a helyzetben talán a legkézenfekvőbb megoldást, ha egy éhség van, máshol gabona van, ha elmegyünk, ott jó lesz. És Ábrahám lement a térképről. És hát, hogy hallottál, mert egy keresztény emberek, hogy Isten térképéről lemennek. És van, aki visszatalál, van, aki meg nem. Tehát mi a mi dolgunk? Átélsz egy nehézséget, mint itt egy éhséget. Nem mindegy, hogy döntesz. És figyelj, elmondok még egy dolgot. A nehézségben, az éhségben, a problémában lehet jól dönteni. És amikor éppen szükség van, lehet olyan döntés hozni, amivel téged Isten meg tud áldani. És meg tud gazdagítani. És ha ugye itt Izsáknak volt már egy példája előtte Ábrahám, és ha már hallottál olyat, hogy valaki lement a térképről és nem talált vissza, akkor tanuld meg belőle, hogy nem tudod lemászni a térképről, mert Isten országának vannak határai, ezek a határai pedig megvannak az igében, és azon belül kell munkálkodni, és a nehézségből is olyan döntést kell hozni, hogy a helyeden maradjál. Amen. Amen. És hogy gyarapodni szeretnél? Éhségbe vagy? Gondba vagy? Szükségbe vagy? Növekedni szeretnél? Szűkösségben nézed magad? Mi az első dolog? Halld meg Isten szavát. Annak ellenére, hogy éppen a nehézségben vagy. És mégiscsak. És annak ellenére, hogy ilyenkor az embernek jönnek az ötletek, mindenfajta ötlete támad. És már azt várnál, hogy csak legyen valami. Nem mindegy, mi történik. Ebben a pillanatban, mert ez vagy növekedésbe hoz, vagy eltűnik a térképről. Tehát szeretnél gyarapodni, növekedni, az első dolog a Mizsáknál is igaz, és mégis nehézség vagy szűkösségben nézed magad, vagy nehéz pillanatokat éltél meg, akkor az első dolog, hogy meg tudjuk hallani Isten szavát, és ebben a helyzetben kell Isten szerint való jó döntést hozni. Amen. És Izsák nem ment le Egyiptomba, mert Isten szólt neki, hogy maradjon ott az ígéretnek a földjén, és menjen el Gérárba. 1 Mózes 26. Második versen megjelent neki az Úr, és ezt mondotta, ne menj alá Egyiptomba. Mint Ábrahám, apukád. Ne menj alá. Tanuld meg az ő példájából. Hanem itt lakozzál azon a helyen, na és a 6. vers, lakozott azért Izsák Gérában. Tehát mit nem tett, nem ment alá Egyiptomba, és azon a földön lakozott, és mit csinált? Vetett. Tehát a növekedéshez két dolog legalább, ami kell a mi életünkben is, hogy meghalljuk Isten szavát, és vessünk. És ennek az Izsáknak boldog éve volt. A Péter mezőgazdás szemszögéből egy jó éve volt. Mert vetett, nézzük a 12. verset, vetett Izsák, hol? Azon a földön, és lett neki abban az esztendőben 100 annyia, mert megáldotta őt az Úr. Izsáknak áldott éve volt.
nekik bujék volt. Boldog éve volt. Tehát, hogy jött a növekedés? Éhségben volt, de nem bármilyen döntést hozott, nem bármit választott, hanem Isten szavát meghallotta. És hogy jött a növekedés? Éhség volt, de abban a helyzetben is, a probléma vagy nyomorúság között is vetett. Tehát lehet, hogy az ellentétjét csináltam, amit egyébként az ember csinálna, de ő a hitnek az embere volt és vetett. És a térképen maradt. És mondja az új szövetség, hogy aki szánt, meg vet, annak hogy kell szántania, vetnie? Reménység alatt. Ez a reménységnek, a hitnek és a reménységnek az embere maradt. Abban az elhívásban, amit Isten rábízottan megígérte, hogy nagyjá fogja tenni. És mi, akik akarunk növekedni, meghalljuk Isten hangját, hitnek és a reménységnek az embereinek kell lenni, hogy Isten ha növekedést ígért, akkor mi fogunk tudni növekedni. És ezért lehet, hogy az ellentétét kell csinálni annak, amit más emberek csinálnak, és vetni kell a szeretetben, a szolgálatban, és mindabban, amit Isten rábízott. És így ért el növekedést. És nem voltak még mindig ideálisak a feltételek. És nem volt még mindig ideális az a helyzet, amiben Izsák élt. Na most a 2 Korintus 9-hez lapozunk, ahol a múlt héten is jártunk, akkor még amellett, hogy a hitnek az embere, meg a reménységnek az embere volt, még hadd mondjam el, hogy ez az ember, aki gyarapodás, növekedést élt át, a szívében teljesen szilárd, eltökélt ember volt. 2 Korintus 9. 7. vers. Amire Pál itt a szolgálat kapcsán beszél. 6. vers. Azt mondom pedig, aki szűken vett, szűken is arat, és aki bőven vett, bőven is arat. Vetés, aratás. Izsák vetett azon a földön. És úgy kell vetni, ki, amint eltökélte a szívében. Ugye ez az Izsák a szívében erős, egy határozott, egy eltökélt, egy szívében erős ember volt. A másik. Nem szomorúságból. Ez nem azért maradt ott, hogy az Isten azt mondta, hogy vessek, aztán na most, majd vetem meg, taposom, azt majd lesz ebből a földből valami, de mégiscsak megcsinálom, mert Isten mondta. Ez jókedvű ember volt a nyomorúságban, mert azt olvasok, kit szeret az Isten. A jókedvű adakozott, ez jókedvvel csinálta. És jókedvű vető volt. És szeretném azt, hogy így tudnánk minden helyzetben előre tekinteni azokban a helyzetekben, amik az életünkben nem ideálisak. És szeretnénk növekedés, gyarapodás átélni. Uram, mi a te szavad? És amikor Isten megmondja, hogy mi az ő akarata, akkor abban a helyzetben, amiben éppen vagy, mert körülötted hirtelen, semmi nem változik meg. Így van? Körülötted minden hirtelen, ugyanaz marad. És figyelj, Isten nem a kézbe teszi be az ember, ez hazugság. Nem a kézbe tesz be, nem a kéz gyülekezetbe, nem a kéz vállalkozásba, nem a kéz családba. Abban a helyzetben, amiben vagy, ahhoz, hogy abból gyarapodás legyen, vetni kell. Ábrahám tudod, mit akar? A kézet. Van pénzem, lemegyek Egyiptomba, már nem éhezek. Isten megmondta neki, irány fel. Mert majdnem ott hagytad. Az legszebb kincsedet. Isten nem a kézbe. Ahhoz, hogy gyarapodni szeretnél a vállalkozásban, a gyülekezetben, a családodban, a bevételedben, a kapcsolataidban, az soha nem lesz készen adva neked. Azt tudom, mit kell abba csinálni. Meghallani Isten szavát, és abban mindenségben pedig, ami van, vetni. Vetni. De nem úgy, hogy szomorúságból, mert Isten nem érdekli, a szomorúság nem érkedi, a szájhúzogatás nem érdekli azt, hogy na csak megcsinálom, mert ez mondta, csak megcsinálom, mert mégiscsak ez, Isten nem érdekli, ő a jókedvű embert áldja meg. Amen. És meggyarapítja. És hogyha nem ideális a helyzet, nem probléma, csak halld meg Isten szavát. És amikor nem ideális helyzet, akkor ne hozzá bármilyen döntést, csak hogy valami történjen, ez nem igaz. Ne rohagy fejjel a falnak. Szoktak az emberek belerohanni egy házasságba. Hallottam már ilyet? Belerohannak abba, hogy nem ideális a munka, ott hagyják a munkájukat. Hát hány embert hallottam, ott hagyta a munkáját. Azóta se talál normális munkahelyet. Mert nem volt ideális. Tudod, mit kell csinálni? Ilyenkor nem ideális. Meghalani Isten szavát. Mert két dolog van. Vagy lemész a térképről,
vagy először meghalt Isten szavát, ott maradsz abban a nyomorúságban, elkezdesz vetni, és Isten pedig megbeszélni téged. Ez a különbség. És ha már láttál ilyet, vagy látunk ilyet, akkor tanulni kell. Az egyházban is látunk egy-két nagy embert, egy-két Ábrahámot. Aki úgy esélytált a térképről, úgy akarta a készet, meg a nagyot, ismerd az ilyeneket. Nem. Az vetéssel működik. És ezekre figyelni kell. De ez az Izsák, ez hirtelkezen bele volt, erőszívű volt, nem szájhúzogatással csinálta, nem azért, mert valaki mondta neki, nem kényszerként érte meg, valaki kényszerként éli meg azt, hogy ő mondjuk egy gyülekezetben, vagy egy munkahelyen, vagy nem lehet kényszerként ezeket megélni. Ezt az életérzést el kell felejteni, és meg kell tanulni azt, hogy hogyan akar ebben Isten engem megáldani, és ezt az életérzést táplálni, és ebben figyel Istenre. Hát kényszerként nem lehet ezeket megélni. És egyszerűen jó kedvel kell, jó kedvemberként kell élni az életünket, akkor is, amikor a körülmények nem ideálisak. És az Izsák ezt tanulta meg. Tehát akkor a gyarapodásnak két lépcsője volt, vagy két fontos pontja volt, egyik, hogy meghallotta Isten szavát, a másik pedig, hogy a körülmények ellenére vetett. És a körülmények ellenére kereste azon a helyen áldásnak, vagy a növekedésnek, vagy a megélhetésnek a módját, ami számára a vetés volt. Na, akkor első téma. Hogyan hallhatjuk meg Isten hangját? Azt bizonyára tudjátok, különböző emberek vagyunk. Abszolút. Teljesen másféle típusú emberek vagyunk, különböző módon éljük meg az életünket, más-más módon kezeljük a problémáinkat. Ezért Isten nagyon biztos, vagy valószínű, hogy mindenki más-más módon szólít meg. Ez olyan, mint a családban. Van egy gyereket, két gyereket, hány gyereket. Ha mindegyiket ugyanúgy szólítanád meg, ugyanazzal a kedvességgel, soha nem tanulna rendet. Ugyanaz a szigorral, beletaposnál a lelkébe. Tehát Istennek megvan annak a módszer, mint a családban is, hogy olyan szólít az, hogyan szólít meg téged. Hogy kérdezem meg, ki ugyanolyan itt, mint a másik? Na találj maga, találj ugyanolyan embert, mint te vagy. Nem? És melyik az a gyerek, akit nem szólít meg az apja vagy az anyja otthon? Tehát Isten szeretne téged a saját módon úgy, ahogy te vagy, megszólítani. Hogy meghalld az ő szavát, és jó hitbeli döntést hozzá. A nehéz helyzetekben is. Na most ehhez néhány támpont. Ugye tudjuk, hogy azok Istennek fiai, akiket Istennek a szelleme vezet. Kolossi 3.16. Mi segít, hogyan kapsz Istentől lehetőséget, segítséget, hogy meghalld az ő szavát. Hazadjak néhány támpontot, mert nagyon különbözőek vagyunk, különféle módon, és különféle helyzeteket átélve hallhatjuk meg Istennek a szavát, és mégis vannak olyan dolgok, amiket meg lehet ebben tanulni. Kolossi 3.16. Krisztusnak beszéde lakozik ti bennetek gazdagon minden bölcsességben. Most eddig olvassuk. Az első fontos dolog, ha szeretnénk meghallani Istennek a vezetését, a hangját, a szavát, hogy az Istennek a beszéde, a Biblia, az írott ige, a Krisztusnak a szava, az gazdagon lakjon bennünk, vagyis növekedjen, gazdagodjon, növekedjen bennünk Istennek a beszéde, és mi is növekedjünk Isten beszédében. Mert, hogy amit mondtunk, akiket Istennek a szelleme vezet, azok Istennek a fiai. A Bibliát, az írásokat Istennek a szelleme ihlette. Én úgy gondolom, hogy amilyen gazdagon benne tudsz lenni Isten igéjében, tudod olvasni, ugyanazzal a Szent Szellemmel találkozol, ugyanazzal a Szent Szellemmel vagy közösségben, aki benned is kell, hogy majd szóljon. És aki Isten igéjében gazdag tud lenni, a Krisztus beszédében meg tud gazdagodni, és Isten igéjében tud növekedni, akkor egyszerűen egy olyan közösségbe kerül a Szent Szellemmel, Istennek a szellemével, hogy felkészíti a Szentlélek arra, mert már amikor olvassa a Bibliát, már találkozik azzal a kijelentő erővel, azzal a hatalommal, aki élővé tesz Istennek a szavát. Már akkor az egység, már akkor meg van érintve, már készül, már nyílik a szíve, már egyszerűen meg van kenve az élete, és amikor olvassa az igét, vagy közvetlen módon Isten szól az igéből, vagy utána bármikor, egyszerűen ebből a közösségből fakadóan sokkal egyszerűbben, sokkal könnyebben meg fogja tűnni különböztetni Istennek a hangját minden más hangtól és minden más szótól. Egyszerűen a Bibliával való közösség az embert felkészíti arra, hogy Isten szelleme tudja őt vezetni. Nagyon fontos dolog, hogy meggazdagodjunk, hogy növekedjünk Krisztusnak a beszédében, az igében, az írásokban, hogy olyan fajta
közösséget gyakoroljunk Isten szellemével, hogy utána már bennem is tudjon, vagyis rajtam keresztül is engem is meg tudjon szólítani, akár közvetlenül, akár nem, de hozzon létre bennem az írások olvasása során a Szentlélek és Isten maga egy olyan érzékenységet, amikor úgy tapasztalom, hogy milyen az, amikor egy dolog ihletett. És amikor olvasom az igét, hogy találkozok valamivel, ami ihletett. És Isten szól hozzám, meg kell ismernem, hogy mi az, ami bennem most számomra ihletett. És fontos dolog, hogy ez, amikor olvasom az igét, amikor találkozok valamivel, ami ihletett, az hagy bennem egy olyan nyomot, hogy amikor a hétköznapokban valami hangot keresek, vagy egy vezetést Istentől keresek, akkor könnyebb lesz megtapasztalnom, érzékenyebb lenne arra, amit Isten számomra most egy ihletett beszédként üzenni szeretne. És nem lehet máshol keresni az ihletettségnek az érzését, a bizonyosságát, a valóságát, hanem hol? Istennek a beszédében a teljes írás tőle ihletett. És szeretném, hogy engem Isten ihletne. Nekem megmondaná, hol cselekedjek, mit csináljak. Nem érdekel a nehézség, nem érdekel, hogy ez nem ideális, nem érdekel egy vacak, minden, nem érdekel, hogy gyűl össze. Nem lehet bármilyen döntés hozni, hallani akarom Isten szavát. Az pedig, ha Isten szava az, ihletett beszéd lesz a Szent Szellem által. Azt nekem meg kell tudni különböztetni minden mástól, vagy minden más pedig engedelmeskedjen Krisztusnak, ami nem az ő szava. De nekem kell az a bizonyosság, hogy Uram, milyen az, amikor ihletett módon látom a te szavaidat. És erre a példa, a minta, kezd el olvasni az írást, mert Istennek a szelleme kijelenti a fiút. És meg fogod tapasztalni, milyen az, amikor valami ihletett. És utána, ha nem is szól rögtön, bezárodni is tovább, fogod érezni, hogy ez ihletett. Erre van szükséged. És fogsz tudni a körülmények ellenére mindenkivel ellentétesen olyan jókedvűen cselekedni, hogy erre mondják erre az izsákra, hogy te az Úrnak az áldottja vagy, fiam. Kössünk veled szövetséget. Te ihletett leszel. És erre nagyon nagy szükség van, és aki nem olvassa a Bibliát és nem gazdag Isten beszédében, nem tudja, milyen az ihletett beszéd. És lehet szaladgálni profétától profétáig, amire szintén szükség van, de neked az az ihletett beszéd, amit Isten meg akar mutatni, amikor előveszed az igét, és ő számodra kijelenti magát, az a számodra ihletett, és ahhoz kell mérni minden érzést, bizsergés, hallás, hangot, meg ami csak átjárhat téged, forróságot. És fogsz tudni, és hidd el, lehet nagyon, nagyon nehéz helyzetekben jó döntéseket hozni, de ennek, hogy meghalld Isten szavát, egyik dolog az, hogy az írásokkal olyan kapcsolatban legyél, hogy tudd azt, hogy milyen az, amikor valami egy ihletett hangja Istennek. És ez az igével való kapcsolatból lesz számodra megismerhető. És ez nagyon fontos dolog. Ezért ne tedd félre a Bibliát, ifjak, vének. Éljétek át meg, amikor az ihletett beszéd, ami megérint, és ami újjászül, ami meggyógyít, ami megszabadít, ami megerősít, hogy tudod, hogy ez egy olyan érzés, ami Istentől való, és amikor akarok Istentől vezetést, és keresem az ő szavát, akkor valami ilyesmi, amikor Isten szól, ez a bátorító, az a szeretette és az a vigasztaló, ami olyan különleges közösség Istennel, egy olyan ihletett közösség, mint amikor az igét olvastam. És persze még ezek után is hozzá kell menni, minden az ő beszédéhez. Még ezek után is. Tehát egyszerűen így kerülsz közösségbe egyfajta módon a Szentlélekkel, és így válsz arra alkalmassá, hogy Isten vezetését meg tud tapasztalni, ha olvasod a Bibliát, és a Krisztus beszéde gazdagon van benned. Hogy hogyan halld meg Isten szavát, ez az egyik. A másik dolog, hogy ugye Jézus lecsendesített a tengert, meg kell tanulni lecsendesedni az éhségben. Az ember kapkodnak, csak valamit ott döntsük, és akkor menjünk már, mert nagyon régen ebben az állapotban vagyunk. Csak indulj már, és meg amikor nem találják, menni. Indulj már! Tudjuk, hogy beletrafál. És meg kell tanulni lecsendesedni. Emlékeztek, amikor Illés először hithős volt, aztán meg barlanglakó lett. Először az imának a hőse volt, aztán meg a keserűségnek, vagy a visszahúzódásnak a barlangjában. És tudjátok, hogy nem volt benne Isten, ami jött hozzá előszélben, emlékeztek, nem volt benne a földrengésben, nem volt benne a tűzben. Mit kellett, hogy meghalljon? Egy királyok 19. Hogyan lehet meghalni Isten szavát? Figyelj, Isten tud szólni tűzből, vízből, földrengésből, bármiből. De hogy te meg tud hallani Istennek a vezetését,
Nagyon-nagyon fontos, hogy le tud csendesíteni magad ezekben a helyzetekben, ki tud adni minden dühödet, ott tudjál hagyni minden dolgot, fel tudjál tenni minden alkalmatlanságérzésedet, minden csüggedést, minden rossz élményt, mert Isten ezekben nem tud szólni. Se a rossz élményben, se a csüggedésben, se az problémáiban. Szóval meg kell az történjen, amit mond itt az ige, hogy bement ott egy barlangba és ott aludt. Mit csinálsz itt illés? Nagy búsoláson van, stb. És akkor ott volt az Úr elmenendő, megyen van a 11. vers, nagy erős szél, ami a hegyeket megszaggatta. Meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt abban a szélben. A szél után földindulás lett, 11. vers végett, az Úr nem volt ott a földindulásban sem. Félre kell tenni az életedben minden földindulás, minden ilyen nagy dolgot. És amikor 12. vers földindulás után a tűz jött, nem volt ott az Úr a tűzben sem. A tűz után pedig mi jött? Egy halk és szelíd hang. Ez fontos dolog, hogy te ahhoz, hogy el tud lenni Istennek a vezetését, vessél el magadtól, próbálj félretenni mindent, ami téged abba a barlangba vitt, vagy abba a keserűségbe. Tehát ha van az ember életében, ami űzi, ami hajtja, ami frusztrálja, nagyon nehéz úgy Isten szavát meghajtani, hogy ebből az űzöttségből, hajtásból, frusztrációból nem tudja félretenni az életét, és ebbe küzd és megy és megy. Ezeket a dolgokat félre kell valahol tenni, el kell valahol vetni magunktól, mert Isten hogy fog szólni? Ezekben a küzdelmes, nehéz, problémás helyzetekben egy halk és szelíd hang formájában. Próbálj félretenni minden olyan dolgot, ami frusztrál, űz, hajt. Egy pillanatra. Jézus mit csinált a háborgó tengerrel? Mit csinált? Lecsendesítette. Egy pillanatra. Tedd ezeket félre. Tehát meg kell tanulni félretenni. A tömeget leültette. Egy pillanatra. El kell csendesedned. Egy pillanatra. Ezeket le kell magadban nyugtatni. Ezeket egy kicsit félre kell tenni. Ezeket a gondolatokat meg kell fogni. Egy pillanat, ezeket azt kell mondani, hogy ezek fosztálnak, űznek, hajtanak, most megállok. És kell, hogy meghalld, hogy Isten az ő hangján megszólít. Tehát ahhoz, hogy tudjunk vezetést venni, kell, hogy tudd az ihletettséget megtapasztalni. A Biblián keresztül kapsz a legjobb példát erre, hogy Isten megszólít. A másik, hogy félre kell tűnteni minden ilyen élményeidet, ilyen hajtást, frusztrációt. És nagyon sokszor pontosan ez a stressz, ami az embernek az életében van, nem engedi, hogy lenyugodjon. És ez az űzöttség nem engedi, hogy Isten tudjon figyelni. A másik, harmadik dolog, ami fontos, hogy meghalld Isten szavát. Nem nyelvben, hogy betöltve Szent Szellemmel. Imádkozzál nyelveken. Mit mond a Biblia, amikor nyelveken szólunk, mit csinálunk? Istennel beszélünk. Milyen dolgokat? Titkos dolgokat. És amikor az ember nyelveken szól, akkor magát építi. De még hogyha utána imádkozik, hogy meg is magyarázza, akkor az még jobb. És kívánkozni kell, hogy másokat is építi. És kívánkozni kell ezekre. És amikor a Szellemmel imádkozol, a Szellemet könyörög. És kell, hogy imádkozzál nyelveken, kell, hogy a Szellemed ilyen módon egyébáljon a Szent Szellemmel. Kell, hogy a Szent Lélek tudjon belőled szólni. Mert ki az, aki vezet minket, amikor Istennek fiai vagyunk, ki nem, ha Istennek a Szelleme. Akiket Istennek a Szelleme vezet, azok Istennek a fiai. Hogy tudunk a Szent Szellemmel egyébálni, ha betöltekezünk Szent Szellemmel, ha szólunk nyelveken, ha engedjük, hogy Isten szóljon belőlünk, ha Szellemünk egyébálik Istennek a Szellemével, és ki tud jönni belőlünk egy csomó olyan dolog, ami Istennek a szava, főleg még ha meg is tudjuk magyarázni, és nyilvánvalóvá válik a saját érthető nyelvünkön is, vagy közben Isten megszólít minket. A nyelveken imádkozás közben profétikus gondolatokat, de kell, hogy a Szent Szellemmel betöltött keresztény emberek legyünk, hogy Isten ezen keresztül is meg tudjon minket, vagy így is meg tudjon minket szólítani. Ezért vagyunk betöltve a Szent Szellemmel, hogy be kell töltekezni Szent Szellemmel, nyelveken kell szólni. Tehát egyik a Krisztus beszéde gazdagon, a másik, hogy félre kell tudni tenni ilyen stresszes, űzött helyzeteket. A harmadik, nem hiába vagyunk Szent Szellemmel betölve. A negyedik, ha nem tudsz valamit, kérdezz Istentől. És Isten szereti ezt. Uram, Dávid hányszor kérdezett tőle, hogy te hogy gondolod ezt? Ha űzzem, ne űzzem, mert még menjek. Szeretnél választ kapni, vezetést? Ne hozz bármilyen döntést. Nem tudod a választ? Kérdezz meg Istent. És keressed az ő válaszát erre. Ha szeretné választ kapni, akkor kérd Istent, hogy válaszol. És beszélj vele ezzel kapcsolatban. És amikor ez a nyitottság, ez a vágy megvan, ez is segít az, hogy meghalld Isten hangját.
Hát ha nem is kérdezed meg, csak megyünk, rohanunk, akkor sokkal-sokkal nehezebb megtanulni. De megkérdezzük, ha megállunk, sőt, meg lehet Istennel beszélni. Uram, ha most ezt a döntést hozom, akkor ez lesz. Na mi van akkor? Vagy most hozom ezt a döntést? Akkor meg ha így lesz, akkor most hogy lesz? Istennel meg kell beszélni, ez kell egy olyan helyzet, ahol lenyugszunk, ahol odaszálljuk erre magunkat, megbeszéljük vele, vágyunk erre, és amikor ezek megvannak az életünkben, ilyenfajta módon éljük a keresztény életünket, akkor én úgy gondolom, hogy különféle módon, meg különbözőek vagyunk, de mindenkit Isten meg tud szólítani. Abban a helyzetben is, abban a nehéz helyzetben, és pont abban a helyzetben kell, hogy Isten megszólítsa. Ami éppen kilátástam, és pont ott kell, hogy a Istennek a vezetése elérje őt. És amikor megértette az ember, mi Istennek a szava, utána mit kell csinálnia? Abban a helyzetben, ahol van, mint Izsáknak, el kell kezdenie vetni. Mert Isten ekkor még őt nem a kézbe helyezte bele. És amikor megvan az Isten akarata, akkor ennek az eredménye csak később lesz meg. Elindul az életedben valami, de ezt a valamit végig kell tudni csinálni, ehhez kell idő, ezt végig kell harcolni, ezt végig kell dolgozni, ezen végig kell menni, és utána, amikor ezen végigmész, és lemegy a szezon, és betakarítatik azt, amit vetettél, és learatod, akkor annak mi lesz a vége? Növekedés, gyarapodás, és igen-igen áldott ember lesz, aki ezt így végig csinálja. És így lehet mind inkább növekedni és gyarapodni. És azt látom Izsáknak az életéből, hogy ez a két dolog, ez együtt volt, ez a két dolog az szükséges volt ahhoz, hogy egy ilyen emberé tudjon válni, és hogyha mi azt mondjuk, hogy mi szeretnénk ezekben gyarapodni, ugyanígy kell nekünk is. Két dolog, ezekben a helyzetekben nem mindegy, hogy mit cselekszem, meghallom Isten hangját, és amikor pedig tudod, hogy Istennek az akarata, abban a helyzetben tudni kell vetni. És aki vet, az fog aratni. És jó kedve, Isten akaratát felismerve, hittel, jó reménységgel, a nehézségben is. Jó kedvű emberként. És amikor így vetünk, ez még nem a kész helyzet. Amit te most elkezdesz, vagy elkezdtél, az még nem a kész helyzet. És nem is kell, hogy a kész helyzet legyen. El fog jönni az idő, ha végig csinálod, amikor meg lesz az aratás. És hogyha ez így csináljuk a dolgainkat, akkor úgy gondolom, hogy a szolgálatokban, a szeretett kapcsolatokban, az evangélium hirdetésében, a vállalkozásainkban tudunk gyarapodni és gazdagodni és növekedni. Egy, Isten hangja, kettő, vetés. Isten hangját meghallani és vetni. Mennyi atyánk, és így imádkozunk az életünkért. Köszönjük, hogy sok mindent tudunk a szolgálatról, sok mindent tudunk a szeretet kifejezésről, sok mindent tudunk az evangélium hirdetéséről, és a vállalkozásainkban, a családjainkban, és annyi mindent megtanultunk. De látjuk azt, Uram, hogy jó, amikor te adsz ebben növekedést, előrehaladást. És jó, Uram, amikor, ha éppen nehézségben vagyunk, akkor is. Ha éppen a helyzet nem ideális, akkor is. Ezt a növekedést kereshetjük. És nem attól függ, amit látunk, hanem minden attól függ, amit nem látunk. És köszönjük neked, Uram, azt, hogy te szeretnél minket ezekben a helyzetekben megszólítani. És imádkozom, hogy most a gyülekezetben is, és magánemberként is meg tudjuk hallani a szavadat. Uram, szóljál hozzánk, hogy valóban halljuk, amit te elterveztél. Hogy ne bármilyen dolgot döntsünk. Köszönjük, hogy te adsz olyan szívet, hogy meg tudjuk magunkat alázni előtted, és ki tudjunk vetni a szívünkből minden olyan dolgot, ami elszakított tőled, vagy ami barlangba vitt, vagy ami csüketségbe vitt. És így imádkozunk, Uram, hogy tudjunk az igével közösségben lenni, tudjunk a Szent Szellemmel betöltekezve lenni, tudjunk veled beszélni, hogy valóban meghalljuk a te szabadat. És ott, ahol vagyunk azokban a helyzetekben, amikor szólsz és kijelented magad, utána tudjunk a vetésnek az emberei lenni, tudjunk adni, akik tudjunk oda szánni dolgokat, így ne ijedjünk meg, hanem bátran, örömmel, reménységgel, hitten tudjunk szolgálni, tenni, tudjuk építeni mindazt, ami előttünk van.
És köszönjük, hogy boldog emberek leszünk, és meggyarapítasz, és meggazdagítasz minket. És így imádkozunk, Uram, hogy gyarapodjunk, növekedjünk, imádkozunk a gyülekezetért, imádkozunk a közösségért, imádkozunk a magánéletünkért, a családjainkért, hogy gyarapodjunk, növekedjünk, és ilyen módon tudjunk vetni, tudjunk aratni, tudjunk odaszánni, tudjunk beletenni, és lássuk, amolva, hogy terveztél nekünk is, hova, minket gondoltál. És köszönjük ezt neked, hogy előrébb menjünk ezek után is. Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Amíg el nem indulunk, míg a láb a vízre lép, míg a legkisebb út is csak távolít szél, mi csak álmodozgatunk, s közben tétova a kéz, addig látszik csak úgy, hogy az élet nehéz. Addig érezzük azt, hogy a hit nem elég, ha fúj a szél, a jó. A fúj a szél, a jó.
mert a hitünk pont itt kezd el működni épp, ha fúj a szél, a hajó olyan felborítható. És kérünk téged, Szentlélek, hogy elevenítsd meg a Krisztusnak a beszédeit. Bennünk, Uram, a szívünkben is adjál vezetést, adjál tanácsot, tanácsoljál bennünket, hogy minden utainkban megismerjünk, hogy Te igazgatod a mi utainkat, Uram, és föl lehessen magasztalva Te neved az életünkben. És köszönjük ezeket az igéket, és hálát adunk ezekért a példákért, köszönjük Izsákot, hálát adunk, Uram, hogy tanulhatunk a hibákból, és legfőképpen abból, hogy szólsz hozzánk, és köszönjük, hogy meg tudjuk hallani a hangodat. Mert ahogy Te vagy, mi is úgy vagyunk e világon.
És köszönjük neked, hogy Izsák se volt különb, őt is tudtad vezetni, és bennünket is tudsz, és mi sem vagyunk alávalóbbak vagy különbek. És köszönjük te neked, hogy megelevenítetted és ihletetté teszed a te beszédeid. És rémák jönnek ki a te ígédből, és megáldjuk Attilát, és hálát adunk neked ezért a kútfőért. Uram, köszönjük a te élő vizedet, ami megelevenít. Hálát adunk neked, Uram, hogy megelevenítesz valóban, megelevenítesz, és köszönjük Szentlélek a te jelenlétedet is. Legyen áldott, Uram, a gyülekezet és minden, a hitnek minden cselekedete tudjon sorra kerülni, amit erre el akarsz juttatni bennünket, hogy minden vetés el legyen oda vetve a Jézus Krisztusnak a nevében, és megdorgáljunk minden kártevőt, és megdorgáljunk minden olyan elemet, ami a növekedés ellen megy. A Jézus nevében tudjunk gyarapodni, és tényleg tudjunk azzá válni, akivé te akarsz formálni bennünket a te dicsőségedre. Amen. Amen. Amen.